Láttam, mennyire szeretett volna Rozi egy olyan cipőt, ami a lányoknak is van. Hamarosan itt van a születésnapja, és úgy gondoltam, ezzel lepem meg. Szerintem ez egy tuti ajándék. Biztos, hogy örülni fog neki. Hello, bocsi. Szia, segíthetek? Igen, igen. Szeretnék venni egy cipőt a barátnőmnek, és... Van már elképzelés? Igen, van. Egy ilyet szeretnék. 38-asba. Igen, egy jó, ilyen cipőt. Rendben. Hogy van ilyenetek? Van, persze. Jó, de jó. És akkor ezt szeretném. Rendben. Nézd csak, erre gondoltál? Szerintem igen. Igen, ez lesz az. Rendben. És akkor ebből van egy 38-asotok is, ugye? Mindjárt megnézem a raktárba. Jó, köszi. Egyébként hallottál a pályázatunkról? Nem, nem. Van egy pályázatunk, aminek az a címe, neked mit jelent a szabadság. Igazából az a dolgot, készítesz egy fotót vagy egy videót, rak fel Instára május 5-ig, és írd mellé, hogy számodra mit is jelent a szabadság. De fontos, írd oda hashtag én konverzem, hashtag nekem a szabadság. A középsuli.hu per nekem a szabadság oldalon lehet szavazni, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az konverzucokat nyerhet. Jó, köszi. Ezt meg fogom nézni. Rendben, köszi. Végre kettesben lehetünk. Hoztam neked ajándékot. Boldog szülinapot. De mi ez? Egy ajándék? A szülinapomra? Úristen, köszönöm. Vedd ki gyorsan, nézd csak meg. Ne. Úristen, de emlékszel, hogy ezt szerettem volna? Mindenre emlékszem, ami veled és velem történt. Köszönöm, szerelmem. Na, milyen? Mintha neked tervezték volna. És a méretet honnan tudtad? Hát kiszedtem belőled múltkor a plázában, nem emlékszel? Tényleg? Hát te vagy a legjobb fej a világon. Tudom. Úristen, soha senki nem vett még nekem semmit a szüleimen kívül. Nagyon boldog vagyok, ez életem legcsodálatosabb napja, és most már biztos vagyok benne, hogy benne szeret engem. A párkapcsolaton is gondolkodom, meg általános stílusváltáson is. Meg fogom növeszteni a hajamat, a körmök meg már most is más. Annyira bírok, ahogy ide menekülni veletek a másik osztály elől. Itt legalább úgy nem kell nézni Oliver unott pofáját. Oliver nem is szokott unatkozni. Sziasztok! Bendéjéknek köszönjük szépen a látogatást, de kezdődik a földrajzóra. A tatárföldről lesz szó. Ki mit tud a tatárokról? Abi? Kutyafejük volt, azt írták róluk. Bocsó?
itt jártak nálunk, és 2 évig is itt voltak. Ha nem is pont 2 évig, de a tatárjárás tényleg sok problémát okozott az országnak. De most egy sokkal kedvesebb köztársaságot fogunk bemutatni. Tatárföldön vagyunk, és itt a háttérben pedig Zúga Volga. A Tatár Köztársaság az Orosz Föderáció része. Az egész köztársaságban 3.800.000 lakos él, akik nem élnek rosszul. Az átlagfizetés 150.000 forintnak megfelelő rubel. A 2 hivatalos nyelv a tatár és az orosz, de sokan beszélnek mindkettőn. Unatkoznunk itt biztosan nem kell, hiszen állandóan izgalmas tatárfesztiválok vannak. Bolgár városában meseszép meseteket találunk, de vannak keresztény templomok is. Itt őrzik ebben a városban a világ legnagyobb nyomtatott korányát. 2011-ben került ide, és a Vatikánban nyomtatták. A tatárok nagyon vendégszeretőek. Néhány helyen még mindig hoznak az idegeneknek finom, frissen sült kalácsot és izgalmas helyi tésztát, persze népviselbe öltözve. Hatalmas füves puszták, vadászó solymok, égi madarak, csodálatos mezők, tatárföld tényleg gyönyörű. A Volga és a Káma vidékén egykor őseink is megfordultak. A tatárok a tatárjárásra nem úgy tekintenek, mint mi magyarok, hanem egyfajta izgalmas hódításnak, baráti látogatásnak tartják. Az ajándékboltokban vidéken sok helyütt szárított halat is árulnak. Ezer évvel ezelőtt terjedt itt el az iszlám vallás, és azóta muszlim a terület lakóinak jelentős része. A mögöttem látható fehér mecset rendkívül hasonlít az indiai Taj Mahalhoz. Nem véletlenül annak a mintájára építették. Bolgártól, az Aranyhorda régi fővárosától nem messze találkozik a Volga és a Káma. A Volga nagyon gazdag halban, a partja is csodálatos. Annyira süppedős a homokpart, mintha a tengerparti fövenyen sétálnánk. Ez itt mind körülöttem a Káma folyó hordaléka. A másik óriásba, a Volgába, itt mögöttem ömlik bele. Nézzük akkor Miss Tökéletest. Hogy is szoktak szólítani? Baby girl? Mit tudunk a Tatár Köztársaságról? Hát a Tatár Köztársaságról... hát hosszú volt a tél. Igen. Milyen hidegek vannak, és körülbelül milyen hónapokban? Hát azt tudom, hogy nagyon hideg van, áprilisig tart, és hát sokszor szokott befagyni a tó. Igen. Melyik az a hónap, ami a leghidegebb hónap a Tatár Köztársaságban? A leghidegebb hónap a január. A január. Igen. Hány fokos? Azt hiszem ilyen -20. Mi a fővárosa? Kazany. Köszönöm a feleletedet. Ennél jobb felkészültséget várok az órán minden diákomtól, főleg egy olyan kiváló diáktól, mint te, baby girl. Kérlek most ülj a helyedre, legközelebb azért az 5-öst köztelem. Hallod, Dominik, mi nagyon megijedtünk, amikor az eset történt veled Ráckevén. Nagyon megütötted magad, amikor elestél? Nagyon durva dolog volt az, amit a varázsló csinált. És te mindent elhittél neki? Mi? Én igazából nem is emlékszem semmire. Most viccelsz? Júli azóta nem jön iskolába. Júli? Júli, persze, a szerelmed. Én nem szeretem Júlit. Ezt hol vetted a büfében?
Nem, ezt apa vette nekem. Aj, pedig már azt hittem, hogy a suliban is lehet kapni. Mizu? Semmi, csak azt hittem, hogy már a büfében is lehet kapni pávelfrútot, de úgy tűnik, hogy Mácsini nem sokat intézkedett. Mi van velem, Barbie? Semmi, csak éppen azt mondtam a lányoknak, hogy valószínűleg a tanárnőnek még nem volt ideje intézkedni annak érdekében, hogy egészséges italokat fogyaszthassunk. Dehogy nem, csak ez nem így megy, tudod, hogy kitalálod, hogy te ezt szeretnéd, és a másnapra meg ott terem a büfében. Ez egy sokkal hosszabb folyamat. Természetesen beszéltem az igazgatóval, ahogy kérted, és ő pedig a büféssel, úgyhogy van rá esély, hogy megvalósul a kérés. Tényleg? Hú, hát elnézést, hogy nem bíztam a tanárnőben. Nagyon szépen köszönjük. Semmi gond, tudod, a diákokért mindent. Na, akkor még van remény. Aj, hátha, én nagyon örülnék neki. Zsófi, adsz egy kortyot, én még nem is ittam. Persze, parancsolj. Ez tényleg nagyon finom. Tudom. És nem is ízlá. Annyira örülök, hogy Olivér adott vegrót. Végre nem aludtam el. És az a nap életem legboldogabb napja volt Ráckevén. Annyira gyönyörű volt. És Olivernek is. Jövök egy felsállal, mert hát mégis. Jaj, annyira boldog vagyok. Én is. Olyan jó volt Ráckevén. Tényleg jó volt. Jaj, nagyon szép volt minden. Gyönyörű hely. Viszont egy valamire megkérhetlek. Csak nem volt valami gond. Gond nem volt. Csak azt a fürdőruhát, könyörgöm, soha többet ne vedd fel. Nem értem, hogy Zsófinak mi baja van a fürdőruhámmal. Szerintem nagyon dizájnos és igazán trendi. Na de mindegy. Lányok! Elképesztően jó hírem van. Van még egy Converse csukád? Nem, de az is nagyon jó lenne. Na, mondjad már, ne húzz az agyunkat. Hát képzeljétek, Manó végre nem aludt el. Mármint beért időben iskolába? Dehogy is. Végre együtt tudtunk lenni. Te jó ég. Úgy? Igen. De jó! Biztos olyan romcsi volt. Örülünk, hogy boldog vagy. Na, de csajok nem is kérdeztek semmit, hogy milyen volt, hogy volt, hogy hogy csináltuk. Például egyszer volt egy olyan rész, amikor Manu is... De nekünk most mennünk kell, és nem sokára találkozunk. Igen, Zsófi. Sziasztok, gyerekek! A mai magyar órán a nyelvemlékekről lesz majd szó. Már megint ez a legrosszabb rész. Tavaly is olyan hosszú volt. Neked könnyű, te megbuktál, csak át kell ismételned. Erika, igazán fontos, hogy tisztában legyünk a saját nyelvünkkel. Hát nekem a nyelvekről más jut az eszembe. Szeretném tőletek hallani, hogy mik voltak a legkorábbi nyelvemlékeink. Herci? Én 3 évesen kimondtam először, hogy anya. Nem csak a te emlékeidről van szó. Már az államalapítás után feljegyeztek szövegemlékeket. Magyar szavakat latin szövegekben. Szivi? Van szövegemlékünk a Fehérvári útról. Te hülye vagy, akkor még biztos nem volt M7-es. Jót mond Cili egyébként, ez a Tihanyi apátság alapító levelében van, de ma nem erről fogunk tanulni, hanem a halotti beszéd és könyörgésről. Halottakról vagy ott, vagy semmit. Igen? Ez a legrégebbi magyar szövegemlék. Igen, ez így van, jól mondod. A halotti beszéd így kezdődik. Az igazik Isten biztos nem hagyja, hogy ilyen unalmas órákon szenvedjünk. Ebben az osztályban azért vannak páran, akiknek nagyon fölvágták a nyelvét, és nem tudom, hogy hogy fogom lekötni a figyelmüket, de megtalálom a módját. Viszont ha Katának ezt elmesélem, dobni fog egy hátast.
Annyira csodálatos éjszakám volt, hát egy hétig nem is tudtam aludni, de életem legnagyobb szerelme. Nagyon szerelmes vagyok. Rozikám, én még nem láttalak téged ilyen boldognak. Hát, életem legszebb időszakát élem mostanában. És milyen szép idő van, nem? Meg ez a terem is gyönyörű. És az osztályt is egyre jobban szeretem. Nagyon boldog vagyok. Szívem szerint azt akarnám, hogy az egész világ megtudja, hogy szerelmes vagyok. És hát, hogy mi történt. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Te meg hogy nézel ki, fiam? Elképesztő az öltözködésed. Ti meg hogy néztek ki, lányok? Vegyetek fel valamit legközelebb. Tanár úr, kérem, ebben az iskolában még most sincs dress code. Szeretném, ha mindenki embernek nézne ki. Tanár úr, nem beszélhetnénk inkább a szexről? Lányom, a te korodban a szexre még csak ne is gondoljál. Maximum a házasság után. Tanár úr, Baby Girl és Bomba Boy már régóta együtt vannak. Az, hogy egy padban ülnek, az még nem jelent semmit. Ők tényleg járnak, tanár úr? Járnak, lányom, mert 3 éves koruktól tudnak járni. De szerintem tényleg van köztük valami, tanár úr? Van, lányom, köztük. Attól tartok. De te jobb, hogyha meg se szólalsz, mert tavaly is megbuktál erkölcstanból. Erkölcstanból hogy lehet megbukni? Szerintem erről kérdezd meg Lukács tanár urat. Mindenki könnyen megbukik, aki próbára teszi a türelmemet. Tessék megmutatni bombabajékat is. Fia. Nekem te csak nem mondd meg, hogy mit csináljak. Hallod, ezt a megbeszéljük szünetben? Tanár úr, ha még nem beszéltünk a szexről, akkor miről fogunk beszélni a mai órán? Arról, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni azokkal a gyerekekkel, akiknek hihetetlenül nagy a szájuk. Tanár úr, mi nagyon illedelmes osztály vagyunk. Hogyha tanítana az Olivérék osztályába, akkor szerintem tudná, hogy mi nagyon jók vagyunk. A robbantgatós gyerek? Az biztos, hogy én meg tudnám nevelni. Nézd már, Zsani, a lúzer feltöltött egy képet a középsuli Instára. Micsoda? Mit tölt fel ezzel a képet az anyukájával? Na, Muti, nekem is. Te jó ég, ez nem a bende? De, ez egyértelműen a bende. És ott az aftersex selfie hashtag is. Micsoda? Tudod, ez az, amit feltöltenek a párok, miután együtt voltak. Hashtag after sex selfie. Te jó ég. Én ezt nem hiszem el, akkor ezért vonultak el mindig Ráckevén is. Te... Én ezt nem fogom fel. Most mi legyen most? Elmondjuk Barbie-nak? Hát szerintem el kéne. Jó, szerintem is. Gyere, menjünk. De Zsófi, ott a Barbie. Ja? Milyen édes kis képünk van a bendőben. Ebbe is van keretezve. Barbie. Mondjad. Mi a csajok? Hello. Sziasztok. Van egy kis gond. Mivel? A csávoddal. Jaj, hát azzal mindig csak a gond van. Hát de most komoly gond van. Ugyanis ő meg a lúzer. Jó, ezt már megbeszéltük a bendével. Tudom, hogy itt-ott feltűnnek ketten meg minden, de nincsen közöttük semmi. De most az Instán. Mi van az Instával? Láttuk őt. Biztos olyan menő akar lenni, mint én. Hát abban én is biztos vagyok, mivel bendével fotózkodott. Mi? Ez most itt a készátverés show, vagy április esélye van, vagy milyen? Nem hiszem. Akkor higgy a szemednek. Mutasd meg.
nyugodj meg! Mi a baj? Lefeküdtél mellette, rohadt ég! Nem, én nem, esküszöm! Nem! Te idióta, hát itt a bizonyíték! Itt a rohadt bizonyíték rá! Tézd meg, hogy elviszed! Itt a rohadt bizonyíték! De esküszöm, hogy ez nem az volt, csak Rozi akart egy jó képet Instagramra, és tényleg nem történt semmi! Meg én téged is szeretlek! Engem is! Engem is szeretsz! Mármint, hogy csak téged! Soha többé nem akarnak látni, te macska szemét látom! Fényed szemem ellen, érted? Mától kezdve köztünk vétednek!